Hát sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt az NXPC, és hát a változatosság kedvéért még mindig Lies of P. Hú, hát az előző epizódban azért igen rendesen felrage-elt ez a boss, ugye ez a Black Rabbit Brotherhood nevezetű grup boss, aki minden egyes eszközt fel tud ellenünk sorakoztatni, tehát van benne egy tank karakter, akinek óriási greatsword-je van. Van egy nyuszi lány, akinek ugye kis tőrökkel szaladgál, van egy dárdás nyulunk, és van egy kis vívókardos nyulunk, úgyhogy nagyon zsír a felhozatal, borzasztó nehéz őket megölni még segítséggel is, úgyhogy hát srácok, hú, fel kell kötnöm a gatyámat, mert azért több epizódon keresztül nem szeretnék ezzel foglalkozni, hát reméljük, hogy azért hogy is fogalmazzak, nektek a mai nap folyamán azért sikerül, vagy ebben az epizódban azért sikerül őket meggyilkolászni. Hát majd kiderül. Több ötletem is volt, megnéztem több videót is, ugye olyan emberek, akik ebbe lazán és tehát, hogy több jártasságot szereztek, illetve jóval, de jóval okosabbak ilyen téren, mint én. Úgyhogy én megnézegettem, hát nekik sem volt olyan nagyon egyszerű a lépés, úgyhogy ők is elbíbelődtek egy bő 30 halállal itt a elkövetkező, tehát ennél a bossnál. Úgyhogy hát nekem meg aztán, akinek egyáltalán nincsen skillje ez az egész dologhoz, nekem aztán végképp föl kell kötnöm a gatyámat. Úgyhogy srácok, hát ez van, majd mindjárt kiderül, hogy mennyire leszünk témába. A lényeg az, és ez egy nagyon jó tanács, legalábbis magamnak, hogy meg kell próbálnom nem annyira rágörcsölni, mert minél jobban rágörcsölök, annál bénább leszek. Úgyhogy ezt én megnéztem az előző videóimba, és nagyjából összevetettem az emlékeimmel, és hát az az igazság, hogy nem szabad. Meg kell őrizned a nyugalmadat, a türelmedet. Megpróbálok beszélni a videó közben, hogy azért próbáljam egy kicsit terelni a figyelmemet a harcról, mert az az igazság, hogyha nagyon-nagyon rágörcsölök, akkor túlságosan túl akarom tolni ezt az egészet. Úgy, ahogy ugye ezt láttátok a pénteki live-okon, vagyis bocsánat, a szerdai live-on, hogy hát igencsak nem birkóztunk meg a Timéziába, ugyanis ott is egy boss van porondon jelen pillanatban, és ugye fölhívták ott is, kedves Kemp fölhívta a figyelmemet arra, hogy nem szabad rágörcsölnöm, mert ha rágörcsölök és azt figyelem, hogy mi merre, meg izé, jó, nyilván azért figyelnem kell, de azzal, hogy beszélgetünk, azzal egy kicsit tudok csökkenteni az agressziómon a játékon belül. Úgyhogy srácok, új joystickot szereztem be, vagyis hát már régi darab, de most ezzel fogjuk tolni, most kábeles verzióval, mert az Elite Controller valamiért nem nagyon akar mostanában funkcionálni, ez köszönhető a Windows 11 és 10 új frissítésének. Ezt utána néztem, igen, valóban az előző epizódban problémák adódtak az Xbox joystickkal, azért mert a Bluetooth kapcsolat ugye nem volt stabil, és ez miatt, még hogyha vezetékre tettem is, akkor is később már nem akart nagyon működni, úgyhogy működik továbbra is, de megnézzük, hogy ez a joystick hogyan fog szuperálni, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire leszünk ezzel a dologgal előrébb, ezzel a joystickkal. Én előzőekben kicsit kipróbáltam, hogy mennyire, hát sokkal jobb a reakció ideje, sőt, sokkal nyugodtabban tudom kezelni a karakteremet. Meglátjuk, hogy mi lesz a téma. Nos, a mai epizódban, mivel továbbra is Black Rabbit Brotherhood Fighting lesz, elkezdtem agyalgatni én is, hogy azért mégis, hogy hogyan tudnám ő rajtuk kifogni, és ugye meg végignézegettem az én saját videóimat is, az elmúlt két epizódot, amiben játszottunk, vagy hármat ellenük, és azt vettem észre, hogy voltak olyan eszközök, amik hatásosak voltak egy bizonyos ellenfél ellen. Ugye a kis csaj ellen például baromi hatásos volt ez a nagykard, mert egyet rácsapok, és akkor kész. Csak a probléma az, hogy a többivel, ugye azon kívül, hogy kibírom védeni az ütéseit, ezen kívül nem sokat tudok menni, mert túl lassú a fegyver. Viszont, hogyha megpróbálok most a saját kard és tőr kombinációval elindulni, mert a tőrrel gyorsabban tudok
reagálni, és meg tudom törni az enemiknek a támadását, ahogy én ezt megnéztem az előző videóimba. Tehát, hogyha mondjuk elkezdek a harmadik csapás után, ugye a kis tőrrel, akkor meginog a karakterünk, vagyis az ellenfelünk, és akkor ugye tovább tudjuk folytatni ezt a kombót, és természetesen úgy néz ki, hogy ez egy nagyon jó téma. A nagy kardot, ugye bármint bocsánat, hogy a közepes kardomat, amivel eddig is játszottunk, azt viszont meghagyom a tank karakternek, mert annak nagyobb az ütő képessége, tehát a fizikai sebzése sokkal nagyobb, mint a kis tőré. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez hogyan fog funkcionálni. Nyilván az elején én úgyis össze fogom keverni az eszközeimet, hogy mik vannak, tehát hogy fogalmam sincs. Először megpróbáljuk egyedül, mert azt is észrevettem az előző videóimban, hogy hiába van nekem segítségem. Ő csak arra szolgál, hogy megpróbálja megöletni magát a nagy tankkal, mert állandóan rámászik, és teljesen buta a spektátor. Úgyhogy nem úgy, mint ugye az előző enemiknél, hogy azért ott nem állt ott egy helybe, hanem azért bukfencezgetett, meg kerülgette ki. Hát itt nincs ilyen. Én úgy érzem, hogy itt a spektátoros segítsége kicsit össze van zavarodva, mert nem tudja, hogy melyik enemit támadja, hogyha egyszerre kettő érkezik. És ugye annyiból jó, hogy el tudja terelni a figyelmét a többi karakternek, csak egy a probléma, hogy mindenki rá fog mászni. És így el tudja terelni, én viszont így hátulról megbírom őket szúrni, csak a probléma az, hogy ugye közel kell, tehát az ellenfeleink ugye egy helyre tömörülnek, azért, mert ő húzza magára a spektátor az összes többit, és ugye a probléma nem is azzal van, hogy magára húzza, hanem azzal, hogy ugye a tank karakter miatt, ahogy csapdos össze-vissza, engem is sebez azzal, hogy én egy másik karaktert ölök, és ez óriási nagy probléma. Úgyhogy először megpróbálkozunk egy jó pár kört menni egyedül, mert jobban szét tudjuk oszlatni így az embereket, tehát hogyha most megérkezik egy enemi, akkor könnyebben tudjuk oszlatni a karaktereket ellenünk, és akkor így a tank karakter nem fog minket állandóan gyepálni, maximum csak utánunk szalad, de ugye azt már észrevettem az előző körben, azért egész jól le tudtuk korrigálni, hogy kibukvenceztünk előle. Nos, srácok, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, fogalmam sincs, lehet, hogy ez több epizódos téma lesz, tehát nem biztos, hogy sikerülni fog minden rendjén módján 2 évvel, tehát, hogy meglátjuk, úgyhogy srácok, én át is váltok nektek a játékra, itt vagyunk, nem egy gyönyörűséggel, és akkor folytatjuk tovább a játékot. Annyi, hogy te az előző epizódban ugye váltottam egy amulettet, mert annak, tehát mivel nem vagyok tank karakter, nem nagyon, meg nincs olyan fegyverem, amivel ki tudnám használni azt az amulettet, ami eddig rajtunk volt, ezért én áttettem a szerencsés Pulse Cell emblémára, és továbbra is maradt a stamina visszatöltő sebessége. Úgyhogy, na várjatok, megpróbáljuk átpakolászni a kardjainkat, és akkor megpróbáljuk felváltva használni. Először megpróbáljuk egyedül, jó? Hogy hogyan tudunk funkcionálni egy ilyen bemelegítés gyanánt. Szerintem sehogy, de egy próbát azért csak megér, mert mindjárt meglátjuk, hogy mennyire jutunk előrébb. Csak a lényeg az, hogy próbáljuk meg egyszer valaha is legyőzni őket, mert borzasztó ez a tehetetlenség az ügy érdekébe. Úgyhogy próbáljuk meg először egyedül. Nem tudom, hogy mennyire fogunk boldogulni, de legalább kicsit felismételjük a dolgokat. Úgyhogy igen, ennek a kardja az elér a világ végéig is. Oh. Az érdekes volt. Gyors kör volt így, segítség nélkül. Majd mindjárt megpróbáljuk. Bele kell rázódni, srácok, újra. Úgyhogy
Durva a nyuszi, de megpróbáljuk megőrizni a türelmünket, mert az az igazság, hogy minél idegesebb vagyok, minél jobban rápróbálok feszülni, annál eredménytelenebb lesz ez a dolog, és ezt a videóban is észrevettem, hogy nem sok esélyem volt ellene. Annyi, hogy lehet, hogy így, ahogy levettük ezt a tank damage-et, így nem valószínű, hogy, erősebb lesz a ellenálló képességünk a fizikai damage iránt, de majd mindjárt kiderül. Sőt, szerintem több, szerintem valószínűleg egy csapással megöl bennünket. De beszarok, hogy amúgy ez mindig elér. Hamar vége van a karrierünknek. Lehet, hogy vissza kell tennem. Úgy néz ki ezt a, kis tankos, pajzsos akármit. Majd meglátjuk. Mert, várjatok, ezt gyorsan még megnézzük, ugye itt van ez a biléta, és ugye ez volt nekünk betéve. Tegyük be, megnézzük, hogy mennyire vagyunk ellenállóak, mert ugye ez volt előzőekben. Hát reméljük, hogy nem lesz ezzel úgy nagyon nagy probléma. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Most jön egy ilyen félpályát átnyúló karcsapás. Ez nem tudom, hogy mire való, de majd ezt egyszer megnézzük. Akárhogy menekülök előle, sehogy nem jó. Nagyon agresszív. Ugye ezt mondtam nektek, hogy jöjjön. Come on, you played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppy?
Az meg megállt volna a lehetőségem. Au. Hogy jöjjön? Oké. Okay. Bassza meg! Na vártok. Megvárok, hogy kidűjöngi magát. Jön egy felső csapása most. Kellett volna. Oké. Hát igen, de jó kört futottunk, srácok. Úgy néz ki, hogy kell egy kis nyugalom a játékhoz, mert ja. Amúgy nem volt rossz a kis késsel való szaladgálás, tehát egész jól meg lehet oldani. Most meg kéne próbálnunk egy segítséggel, jó? Hogy hát ha meg tudjuk oldani úgy a kis karddal, csak a problémám az, hogy ugye keveset sebez. Nem sok van. De nézzük. Hát, ha előrébb leszünk egy kicsivel. Megpróbáljuk elcsalogatni. Az a legtutibb, hogy ő tudjon támadni. Oké. Hadd jöjjön el, húzzuk ide a nagy melákot. Gyere ide. Gyere. Oké. Egy kivégezve. Bassza meg, pont rám szaladt a melák. Bassza meg, nem töltöttem életet. Amúgy jó volt a logika, ez már majdnem megvolt. Ha most ő tovább folytatta volna a nagy emberkének a gyepálása, csak nem figyeltem az életemre. Kicsit el voltam hamarkodozva. Ah, ez így már oké. Okay. Na, jó lesz. Jó lesz, csak legyen ilyen szerencsénk a következő alkalommal is. Halló? Megpróbáljuk tényleg... Tényleg ez a legjobb megoldás, srácok, aki esetleg itt tart, vagy valami, nem azért, mert olyan óriási, olyan tapasztalt szózjátékos vagyok.
hanem csak szimplán abból kiindulva, hogy mennyire sokat számít az, hogy nyugodt próbálsz maradni, még akkor is, hogy akármennyire is veszítesz, nem egy hátrány. Tényleg, mert egyrészt a számítógép eszközeid is, meg a perifériád is meg fogják ezt hálálni neked. Másrészt meg... ja. Hadd jöjjön. Azaz, hogy csinálja. Az a baj, hogy ezzel engem is megtrutmákolt. Ilyenkor az a baj, hogy nem tudok neki segíteni. Oké. Őt már rákaptuk. Wow, hey, erre nem számította. Oké. Oké. Hogy jöjjön. Gyere, nyuszi! Már kombolt? Betöltjük a maradék. Nem adta magát olyan könnyen. Ez a rohadt melák itt jön állandóan. Mindig a legrosszabbkor jön. Na jó. Most rajtunk van a sor. Oké. Hát életünk az nem sok van. Vigyáznom kell magamra. Azt töltsük be. Az nagyon nem jó. Már nem sok van neki. Próbáljunk meg odafigyelni, várjatok. Á, sajnos nem. De már közelítettünk hozzá, de már megvolt, már majdnem megvolt. Oké, úgy néz ki, hogy ezzel a karddal egész jól haladunk. Tehát még egy próbát azért meg tudunk tenni, vagyis hát jó pár próbát.
Úgy néz ki, hogy segítséggel megy, viszont nagyon kell figyelnem arra, hogy a barátomat mennyire fogják bántani, és meg kell próbálnom nem húzni az időt, mert ja, na várjatok. Hát, nem sok lehetőségem van. Sokáig nem tudjuk tökölni ezt a dolgot. Na jó van. Próbáljuk meg a legelején elterelni a figyelmet róla, hogy... Hú, ebbe beleálltam én is. Most jön egy felső csapás. Oké. Ráfókuszálunk a lányra. Az a baj, szembe van velünk. Várjuk, még ide jön. Adjuk neki. Oké. Yes! Ez az, srácok! Sikerült! Kurva jó! Nagyon jó! Zsír! Wow! Azt a büdös kurva eget! Wow! Hú! Hú! Basszátok meg! Mekkora vákon volt! És ezt így is kellett volna már a legelején, bassza meg! Ó, bocsánat, a csúgya szólja, de ez az! Ez az! Ez az! Ez az! Ez az! Wow! Wow! Remélem nem lesz második felvonás, mert agyfaszt kapok. You paid for that. Yeah! Ez az! Várjatok! Yeah! Ezt mindenféleképpen meg kellett csinálnom, srácok! Kurva jó! Itt vagyunk újra! Wow! What? Azta! Hát... Na végre, egy óriási nagy kő esett le a szívemről, és maradt három életem, srácok, mi van? Komolyan, tök király vagyok. Vagy nem? Azt használjuk. Komolyan. Hú, bassza. Oké, na. Haszta! Óriási nagy szerencsém volt. Óriási. Oké. Okay. Lea. Vagy Liar, bocsánat. Hát ők úgy látom, hogy nem nagyon szerették a bábukat. Haszta, mekkora megkönnyebbülés, srácok. Black Rabbit Brotherhood Ledger. Wow.
Azt a... Mondtam, hogy mondtam. Higgadtnak kell maradni. Oké, kaptunk valami gyűrűt. Vagy mi? Stalker mask? Kaptunk valamit amúgy, bár nem azért két filére, mert amúgy nekünk most nem mutatja. Jó. Ó, hé, az én vagyok. Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. Okay. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Oh, kap be, Gemini. Portré a fiúról, vagy azaz rólam. Na! Hát, srácok, azt a... Tehát, wow! Óriási nagy kő esett le a szívemről, mert már legalább két és fél epizódja őket gyepálom, és nem értünk a végére. Hát nézzük, hogy mi van. Tovább. Oké, itt van egy lift. Ez fölvisz? Micsoda? Hello? Te ki vagy? Ah, mercy, I beg you, don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. Okay. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. Okay, alchemist vagy, jól van. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Mm-hmm. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Köszi. Oké, nem tudom, hogy mire lesz jó, de majd mindjárt megnézzük. Wow, srácok, hú. Amúgy jó lenne az a kard, az egész jól néz ki. Nem lehet azt leszedni? Zsír lenne. Na jó. Azta. Mi ez az? Oké, ez egy ember volt, vagy valami lény. Azta, mi ez a sok coin? Szerintem el akar csábítani bennünket a fa. Még gold coin tree in a place like this. You have harvested gold coin fruits set times from the gold coin tree. The fruit used for the place. Me? Okay. Tehát, ha nem használjuk a fát, akkor ide mindig vissza tudunk jönni, esetleg később visszaállítani, ha nem jól csináltuk a dolgunkat. Zsír! Jó, hát mi most nem szeretnénk ezt visszaállítani, de erre mi van? Oké. Okay. Vagy többet már nem lesz rá lehetőségünk? Szerintem biztos lesz. Ilyen közel voltak hozzánk a Black Rabbit Brotherhood, most szopat? Oké.
Oké, 5 alkalommal tudjuk visszaállítani a fáról az életünket? Nagyon úgy tűnik. És ugye ide bármikor visszajöhetünk, úgy tűnik. Mert nem zárult le az ajtó. Tehát ide bármikor vissza tudunk jönni, visszaállítani a dolgainkat, illetve oda. Ne basszatok már, hogy ilyen közel volt a Black Rabbit Brotherhood, komolyan. Hát ennyi erővel ér itt végig szívom a pályát, aztán amúgy meg csak ki kellett volna törni itt az ajtót. Hát mekkora szemét a játék, de jó. Oké. Hát jól van, srácok. Oké, nézzük meg, hogy mit kaptunk a Black Rabbit Brotherhood-nak a lelkeiért. A great weapon calls for a... Hát semmit. Egyelőre semmit, mert ugye ez nem főbossz volt. Vagy nem tudom. Ez érdekes, hogy tőlük nem kaptunk semmit. Kaptunk valamit amúgy az inventory-ba? Tehát, hogy mit tudom én, egy kinézetet vagy... Ah, igen, valami. Oh! Hide a Moonstone, várjatok! Ez mi? Azt mondja, Rare Fruit by the Golden Tree. Oké, okay. Tehát, hogy ez amit mondtam valószínűleg. Hogy itt tudjuk visszaállítani a... dolgainkat. Várjatok! Resplendent Ergo Chunk. Obtain Ergo. Oké, ezzel tudunk erősebbek lenni. Hát srácok, most nézzük meg, hogy mik vannak még ilyen design cuccok. Ó, eléggé Bruce Lee-s. Kaptunk egy ilyen képet. Amit nem nagyon tudunk felhasználni sehova. Ugye? Ez a collectible. Igazából semmit nem kaptunk. Hát megkaphatja a játék. Szeretném a nagy kardot gyorsabban forgatni, úgyhogy az Anett tanácsára továbbra is a várjatok? Motivity? Nem, várjatok. Á, igen. Tehát a kapacitásra kell egyet gyúrnunk. Egy. Oké. Okay. És akkor egy kicsit gyúrunk a... Hogy micsoda? A kapacitás növeli a fizikai damage-emet. Azta! Szivat? Jó, mondjuk logikus. Na jó, hát legalább így már kevesebbet veszítünk. A maradékot nem használjuk fel, az később jó lesz. Nézzük meg, hogy van-e valamink, amit tudunk kezdeni magunkkal. Mondjuk Upgrade Weapon. Hát tudjuk őt fejleszteni, ugye megvan a Crescent Moonstone. És Moonstone. Ehhez viszont Dark Moonstone kell. Pedig ezt jó lenne földobni. Hát srácok! Igazániból ez a kedvencünk, tehát ezzel a kettő, hárommal, bocsánat, szoktunk menni. Felfejleszthetjük ötösre, igazániból ez az utolsó fázisa. Fejlesszük föl. És akkor igazániból kifúloztuk ezt a kettőt. Nekem ez a kettő tetszik. Illetve... nem assembly... Nem. Kicsivel nő a... Nekünk, amit kellene ezt egy kicsit így megbuherálni, ez az Advanced Crank, amit nem fogunk nagyon mostanában megkapni. Az viszont ez lenne a legkirályabb, hogy... Oh, Reset Balance. Oké. Okay. Na jó. Itt egyelőre nincs semmi. Ugye itt vannak a crankbaitek vannak itt, ugye? Motivity Crank, Advanced Crank. Hey! Figyeljetek, van egy visszahívható dolgunk. Várjatok? Alter Handle. És ugye?
ha 50 skrenket használok, akkor ugye pozitívan növeli a kard... Várjatok? Igen. Hú, basszus, pedig Anett nekem elmondta. Bocsánat, hogy egy kicsit útba vagyok, de én látom itt az adatokat, hogy mi az, ami... Viszont ez lehet, hogy ugye a D... Már nem is tudom, hogy mi a D. Az Advance? A Motivity... Ugye az a teherbírás a nő egy kicsivel, de csökken a technika, tehát a sebzés. Vagy nem értem, hogy maga a forgat... Várjatok. Tehát volt egy ilyen, hogy Advance, mert amúgy én ezt erre nem nagyon figyeltem még fel. De kíváncsi vagyok erre, nem biztos, hogy így van. Oké. Okay. Tehát itt van az Advance. Hát az Advance, ahogy a légionármokat tudja, ha technika pozitívba megy, akkor az azt jelenti, hogy tol a fizikai támadása, illetve az ellenálló képességre. Oké? Okay. Viszont, hogyha Motivity-re megy, akkor is ugye fizikálatok. Tehát a Technic Motivity, vagy Motivite, ezek mind, ugye ott van. Ez kell, és ezt használják. Oké. Okay. Jelen pillanatban az elsődleges fegyverünk CC-s. Tehát ahhoz, hogy... Várjátok. Ahhoz, hogy én mondjuk be tudjam gyúrni a fegyvert, úgy... Igazándiból... tehát nem a teherbíráson csökkentek, hanem... Várjatok, nem ez. Hanem... Creed's World Motivity. Az ára fog menni. Ugye most B-n van a Motivity, de nekünk C-n volt, úgyhogy még mindig nem tudjuk ezt a kardot... Vagy a technika van C-n, de akkor így ez D-re emeli, az visszacsökkenti. Viszont ára emeli a Motivity-t. Oké. Okay. A technika az csökkenti a Motivity-t és növeli a technikát. Oké, okay, fogalmam sincs, hogy egyáltalán bármit is érdemes ezekkel kezdeni. I always welcome. Az maradjon, azzal nincs a baj. Nézzük meg! Most már belefér abba a 3 másodpercbe. Ezt leszedjük, ezt meg átvesszük a nagy kardra. És hogy... Mennyire egyszerű forgatni? Oké, okay, tehát itt a probléma az, hogy mivel nehéz kardról van szó, az what? Oké. Oké, tehát hogyha aktiválom ezt, akkor könnyebben tudom forgatni a kardot. Mert amíg így vagyok, várjatok? Várjál, ő most nem üti vissza, várjatok.
Oké. Aztán így kinyúlik a kard. Nem tudom, valakinek feltűnt-e. Oké. Oké. Vág ez. És akkor így. Aszta. Wow. Mi a? Oké. Halljátok, én erre most jöttem rá. Az gáz? És mit csinál ilyenkor? Azt a büdös, mi a picsa folyik itt? What the hell ez a kard? Ugye így tudjuk szétnyitni és a másikkal összecsukni. De ugye... Oké. Ha összecsukjuk... Várunk egy kicsit vele. Oké, viszont hogyha kihúzzuk... Ah, bocsánat. Jóval, de jóval gyorsabb, srácok. Wow! Mi a pics? Na jó, ezzel megyünk. Megvan, erre fogunk rágyúrni, jó srácok? Mostantól nekem ez a kard tetszik. Oké, tehát minden egyes harc után ezzel fogunk kezdeni. Na jó van, srácok? Hát... Azta! Most már így... Így most már mindent értek a játékba, oké? Úgyhogy... Hát srácok! Yes! Még mindig sikerült legyőznünk a Black Rabbit Brotherhoodot, komolyan amúgy ez... Azta, mekkora szerencsém volt amúgy viccen kívül, ez nagy respekt nekem, és jó, hát segítséggel, de hát igazániból már, hogy nem segítséggel, de segítséggel győztük le, és ráadásul sikerült az ő életét is megmenteni, tehát nem halt bele, úgyhogy wow, hát nehéz volt amúgy, hogy őszinte legyek rohadtul, és amúgy 2,5 epizódon keresztül ezzel a répával szívtunk, amit ők még nem ettek meg, ugye, mert nyulak voltak. De valami nem lesz oké, mert amúgy oké, hogy meghalt a nagy tesó, de a kicsik nem. És ők azt mondták, hogy ezt még ma ezért még megfizetek, úgyhogy valószínűleg találkozni fogunk még velük a játék folyamán, szerintem. Úgyhogy de wow, wow, wow. És túljutottunk, és megvagyunk, és minden zsír, úgyhogy örülök neki. Végre egy nagy teher esett le. Hát, majd jön majd egy másik ebbe a játékba, de azta, és akkor még itt van ez a kard is, amiről amúgy eddig fogalmam sem volt, hogy amúgy van ilyen képessége, és ha én ezt tudom, akkor sokkal, de sokkal gyorsabban tudok vele támadni. Hát figyeljetek, srácok, ez mind annak köszönhető, hogy nem figyelek oda a játékra azzal, amivel játszok, ezért nyugodtan megkövezhettek engem, sőt, elküldhettek engem a búzsba, mert amúgy olyan cuccaim vannak, tényleg, olyan kardjaim vannak, ami wow, és tök jól funkcionál, és megy minden, meg tök faszául lehetne amúgy haladni ezzel a karakterrel, csak én vagyok balfasz. És amúgy ez tök szégyen, hogy tényleg amúgy most, majd ezt kipróbáljuk a következő epizódban, hogy mennyire fog menni ez a dolog, jó? Úgyhogy srácok, hát nagyon szépen köszönöm ezt a figyelmet, örülök, most nagyon boldog vagyok, reméljük, hogy nem, mondjuk azt tudom, hogy nem sokáig, de... Na, wow! Úgyhogy srácok, hát jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és várnak benneteket a következő epizóddal, addig is, sziasztok!